testvérem van, hárman nőttünk fel egyszerre, egy nővérem van, egy húgom, és most már van egy öcsém is, de ő későbbi gyerek volt, és ő nem lakott akkor még velünk, és egy szobában laktunk hárman. Amikor életemben először volt rá lehetőség, hogy legyen saját szobám, akkor ezt abban a pillanatban szétplakátoztam, szétdíszítettem. Másfél éven keresztül kerestem, mire találtunk valami olyat, amire azt mondtuk, hogy na ez igen. És hát ebbe a lakásban benne van gyakorlatilag a szívem. Hát így a mai napig épül, semmi nincs kész, mindig van valami ötlet, hogy most ezt kéne csinálni, azt kéne csinálni. Amikor a lakást elkezdtem tervezni, akkor nagyon fontos volt nekem, hogy ez egy olyan lakás legyen, ami 1 millió évig tart. Tehát minden, ami benne van, az olyan anyagból készült, és olyan módon, hogy 5 év múlva, meg 10 év múlva, amikor már belekarcoltam, megégettem, ráfestettem, tönkretettem, akkor szebb legyen. Annyira szépen sikerült a felújítás, hogy másfél éven keresztül gyakorlatilag nem mertem hozzányúlni. Tehát, hogy imádom ezt a fát, egy gyönyörű, gyönyörű, szép fa felületek vannak mindenhol, és így nem mertem hozzá piszkálni, és minden ilyen steril volt, és aztán másfél év után egyszer csak valami történt, már nem emlékszem mi, először a bejárati ajtót kezdtem el szétmatricázni, aztán az valamiért nem tetszett, azt hiszem, nem szerettem, hogy a szomszédok beszólnak miatta, és aztán egyszer csak így elkezdtem széttapétázni az előszobát, és akkor így szép lassan elkezdtek gyűlni a dolgok, lomtalanításról, nagyon szeretek lomtalanításon gyűjteni dolgokat, és akkor így elkezdett megtelni a lakás, és most már tele van, de még annyi minden kell. Amikor kész lett a lakás, akkor úgy éreztem, hogy jó, ez jó. És aztán úgy körülbelül másfél év volt, amíg ilyen abszolút sterilen éltem benne, és nem mertem semmihez hozzányúlni. És aztán másfél év után kezdtem el belátni magamnak, hogy jó, azért minden nem jó. Az, hogy kitapétáztam az előszobát, sose fogom megbánni. Imádom, ez a legjobb része a lakásnak. Amikor nem a lakásomban itt piszmogok, akkor egyébként ruhákkal foglalkozom elsősorban, de most egészen sokféle tervem van. Most például nemrég elkezdtem ruhaakasztókat csinálni, egy kabátakasztókat. Elég kaotikus az az előszoba, és nagyon furcsán mutatott volna benne egy ilyen klasszik IKEA, ilyen fém, azért. Pár hónappal ezelőtt jött az ötlet, hogy agancs kell, hogy az agancs ez klasszikusan olyan, mint egy agasztó, és hogy miért nem használunk agancsot. És akkor hát így próbáltam szerezni, de nem olyan könnyű agancsot szerezni, de első kicsit olyan ijesztőnek tűntek, aztán úgy megszerettem őket. Most már jobban vagyok. Van egy hálószobában is. Sokat dolgozom gépen, és azért is szeretek egyébként kézzel csinálni dolgokat már, mert az nagyon hiányzik, hogy valami olyat hozzak létre, ami kézzel fogható, ami rögtön ott van, amit rögtön látsz, aminek így van eredménye. Például elkezdtem csinálni ezeket a nyakláncokat, és lehet, hogy ez ilyen nagyon egyszerű gondolat, de annyira élvezek fonni a legegyszerűbb dolog, de annyira élvezek fonni és így létrehozni olyan dolgokat, hogy aztán egyszer csak kész és hordom, és így imádom. És sokkal nagyobb sikerélményem van benne, mint a virtuális dolgok létrehozása. Tehát még akkor is, hogyha azok nagyon jó. Szeretem a természetes anyagokat, és az egyik dolog, amit szeretek bennük, az az, hogy ilyen tökéletlenek, szóval mindig mások is. És igazából jól áll nekik a tökéletlenség. Nagyon gyakran, amikor én készítek dolgokat, akkor azt sem próbálom megcsinálni tökéletesre, mert a tökéletlenségben van valami olyan szép, valami emberi, valami olyan dolog, ami személyes.
azt egy élő ember hozta létre, az valakinek a kezének ott van a remegése, ott van benne a szíve, ott van benne a kézmozdulat, ami lehet, hogy nem tökéletes, de az övé, az egy igazi dolog. Nem a századik, vagy az ezredik hound, nem vagy zara, hanem ez egy olyan dolog, amiben én beleraktam a kis szívemet, és így, amikor beleszúrtam a tűt, és kihúztam, akkor ott volt az a figyelem, ami belőlem jött, és aki majd egyszer hordani fogja, ezt így érezni fogja, meg tudni fogja. My girlfriend is so